Öt dolog, amit nem tudtál a csupasz pisztolyról. I'm Lieutenant Frank Drebin, Police Squad. 1. 35 éve mutatták be. A csupasz pisztoly eredeti címén The Naked Gun from the Files of Police Squad című filmet 1988. december 2-án mutatták be az Egyesült Államokban. A vígjáték hazánkban közel egy évvel később, 1989. október 12-én került a mozikba. 2. Weird Al Yankovic randizni járt a filmre. A zenész komikus Weird Al Yankovic egyik kedvenc sorozata, a csupasz pisztoly előzménye, a nagyon különleges ügyosztály volt. Ezért kapta meg a szerepet a repülős jelenetben. Yankovic 2014-ben egy interjúban elárulta, több első randit is szervezett a vetítésekre, amelyeken ugyanazt az inget viselte, mint a filmben. A randi partnerei állítólag kiakadtak. 3. Második Erzsébet megformálója sokszor játszotta a királynőt. A filmben Második Erzsébetet játszó Jeanette Charles számos tévéműsorban és filmben szerepelt királynőként. Például az Európai Vakációban, vagy az Austin Powers aranyszerszámban. Charles visszautasított egy szerepet az Ali G in the House című filmben, mert szerinte a jelenet tiszteletlen volt. He's got a gun. I know. 4. A főcím zene szólt Nielsen temetésén. A kanadai Leslie Nielsen, aki a főszereplő Frankie Drebin hadnagyot alakította a csupasz pisztolyban, 2010. november 28-án 84 éves korában hunyt el, és a floridai Fort Lauderdale-ben helyezték öröknyugalomra. A temetésen Dominic Hauser főcímzenéje szólt, miközben a kanadai lovasrendőrség vitte Nielsen koporsóját. By the way, I faked every orgasm. 5. Rebootolják. Évek óta pletykálták, hogy lesz rebootja a csupasz pisztolynak. A 2010-es évek közepén még Ed Helms-et tippelték Frankie Drebin hadnagy szerepére, manapság viszont már Liam Neeson-t emlegetik. Utóbbi 2023. januárjában azt mondta a Collider-nek, hogy a forgatókönyvre várnak. Ezt Seth MacFarlane, a Family Guy írója jegyzi majd, aki az animációs sorozatban egyébként ki is parodizálta a csupasz pisztolyt. Neeson, aki ma már idősebb, mint Leslie Nielsen volt az eredeti film forgatásakor, 23. januárjában azt mondta, nyáron szeretnének forgatni. Ám a rebootról azóta nem jöttek újabb hírek. Good year. No, the worst.